Neves közgazdászok bírálják a kormány válságkezelő programját. Szerintük a kormány alig költött a munkahelyek megőrzésére, emiatt tömegesen vesztették el az emberek a munkájukat, és rengetegen kerültek a szegénységi küszöb alá. A helyzetet Pecsnik Mária Zitával elemezzük. Jó estét kívánok! Jó estét. Van egy friss adat, ami egy megerősített friss adat voltaképpen, a bruttó hazai termék, ez ugye a GDP 13,6%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva, ezt a KSH-ban megerősítette egy második adatfelvétel vagy kiigazítás nyomán. Ezt hogy kell értenünk? Ezt úgy kell értenünk, hogy annyival szegényebb az ország arányait tekintve, mint egy évvel ezelőtt, vagy annyival kevesebbet termel, tehát annyival kevesebbet tudunk elosztani, vagy tekintsük ezt úgy, hogy beleléptünk egy gödörbe, de már jövünk kifelé belőle. Ez most micsoda? Hát ez egy nagyon nagy gödör, amiben most beleléptünk. Ilyen nagy visszaesés, ami az ország teljesítményének a csökkenését jelenti, ilyen nagy visszaesésre nem volt példa az 1990 utáni rendszerváltásnál sem, pedig akkor ott nagy összeomlások voltak, ugye. Nem volt példa a nagy globális válság idején sem. Azt tudom mondani, hogy Európában is ez egy egészen kiemelkedően nagy csökkenés. Benne vagyunk az első ötben. De akkor miért mondja a kormány azt, hogy sikeres volt a válságkezelés, hát meg hogy az egyik legjobban teljesítő gazdaság vagyunk Európában? Nézze, a legnagyobb visszaesés ugye a spanyoloknál, olaszoknál, franciáknál, belgáknál, és mi vagyunk az ötödikek. Igaz, hogy Orbán Viktor tavaly februárban azt mondta, hogy a magyar gazdaság és a magyar társadalom be fog kerülni 2030-ra az Európai Unió első ötjébe, a versenyképesség tekintetében és a tekintetben, hogy ez egy élhető, nagyon is élhető ország lesz. Most ezt az ötös számot elértük, csak hát valahogy egy másik dimenzió. Nem erre vágytunk. Igen, de mitől lett ez ennyire rossz? Ahhoz képest, hogy nálunk azért a megbetegedések száma és a halálozások száma nem volt olyan nagy, mint a felsorolt más országokban, ahhoz képest ez egy rendkívül nagy csökkenés. Tudjuk, egy másodpercet, tudjuk ezt egy pillanatra másképp nézni, hogy nem véletlen, hogy a megbetegedések és a halálozások száma nem volt olyan nagy, hiszen vállalta azt a kockázatot az ország és annak vezetése, hogy megállítja egy pillanatra a gazdaságot, szinte teljesen, mindenkit felszólítva maradjon otthon, hogy elkerülje a nagy egészségügyi összeomlást. Ettől lett egy gazdasági krach, de ez még mindig a jobbik eset. Lehet ezt így nézni? Mindenki megijedt, rettenetesen megijedt mindenki, főleg az olasz képeket látva, ugye, hát hogy ne? Az riasztott el bennünket, na de ez kevés, mert emellett a pozitív ösztönzők, amit a növekedés serkentették volna, ezek elmaradtak. Tehát, hogy mi az oka annak, hogy a magyar gazdaság ennyire gyengén teljesített, abban az van benne, hogy az a bizonyos válságkezelésre bemondott 9200 milliárd forint, ami azt mondja a GDP-nek a 20%-a, ez valójában, ami érdemben növekedés serkentő volt, egy körülbelül egy ilyen 3 vagy 4%, ezen belül, ami a fogyasztás serkentette, az nem egész 0,5%. Tehát nem volt jó az eszközrendszer, amit megválasztott a kabinet a válság kezelésére. Talán nem is vette elég komolyan. Talán úgy gondolt, hogy ezen úgyis túl leszünk. Egyébként a konvergencia programot, amit szintén a pénzügyminisztériumban készítettek áprilisban, azt 3 variánsra készítették. Egy olyan variánsra, amiben csak 3%-os lesz a visszaesés, és a válság véget ér az első fél időben, a járványnak vége. Aztán volt egy másik variáns, ami egy 5%-os, hogy csak a harmadik negyedében ér véget, is volt egy harmadik variáns, hogy csak az év végével lesz vége. Most, hogy így haladunk, ez a harmadik is egy optimista változat. Hát most körülbelül igen, itt vagyunk, hogy az első fél év az egy 6%-os visszaesés, most a harmadik negyed év ez valamivel jobb lesz. Na de azért én emlékeztetnék arra, hogy az első negyed év, amikor még nem volt járvány,
mert csak ugye március közepétől zárjuk be az iskolákat. Az első negyedévben már nagyon megtört a magyar gazdaság növekedése, hisz az előző években, a megelőző években 4-5%-os volt a dinamika, és 2020-ra is 4%-os növekedést tervezett a pénzügyminisztérium, és ezzel szemben az első negyedév már csak 2%-ot hozott, és a beruházásoknak a visszaesését hozta. A beruházások csökkenése az nem a járvány miatt indult meg, ugye annak már voltak előzményei, például az elmúlt év végén már nagyon megtört a beruházási dinamika, és ha megtörik a beruházási dinamika, az előrevetíti a későbbi növekedési csökkenését. Akkor ez a járványhelyzet voltak éppen egy egyébként is előkerülő recessziós állapotot, fed el, igen, vagy takar, igen, most előlünk? Hát most igen, ugye eltakarja azokat a strukturális problémákat, amiket most nem foglalkozunk, mert most nagyon akut kérdésekkel foglalkozunk csak, de ezek benne vannak a magyar gazdaságban, azok a nehézségek, hogy alul képzett a magyar munkaerő, hogy nem elég mobil a munkaerő, hogy nagyon gyönge az oktatási rendszer, hogy gyönge az egészségügyi rendszer, tehát a növekedési tényező a munkaerőnek a munkavégző képessége és a munkatermelékenysége az nagyon gyönge a magyar gazdaságban. Na most egy új helyzet állt elő. Most nagyon érdekes például, ugye a kormány a 2020-as költségvetésbe a közmunkákra szánt összeget 40 milliárddal levágta. És ennek a forduló napja március. 2020 márciustól kezdve kevesebb a közmunkákra rendelkezésre álló pénz, és pont akkor ütött be az, hogy elbocsátottak embereket, leépítések voltak, és a munkahelyek száma nagyon nagy mértékben visszaesett. És ez egybeesett, és ezt nem korrigálták. Ugye azt mondta Orbán Viktor, hogy annyi munkahelyet fognak létrehozni, amennyi megszűnik. Na most én úgy számoltam, mert már megvannak az első fél évi adatok, itt a második negyed évben a kétféle munkaügyi statisztika van. Van egy munkaerő felmérésen alapuló, hát az teljesen bedöglött, az használhatatlan, mert nem tudta kimenni, összeírni, stb. De van egy másik statisztika, ami a cégeknek, illetve az intézményeknek a jelentésén alapszik. És de azok csak az 5 főnél nagyobb cégek, csak ugye? Az öt, igen, az csak a 4 főnél nagyobb cégeket tartalmazza, és e szerint a munkahelyek száma az előző év azonos időszakához képest a második negyedévben 216 ezerrel csökkent. És tudjuk azt, hogy igazából a kicsiknél, tehát az 5 fő alatt foglalkoztatott vagy működő cégeknél vannak nagyon sokan a foglalkoztatottak, és azt is tudjuk, hogy legelőször a fekete vagy szürke gazdaságban vagy ilyen módon foglalkoztatottakat küldték el. Tudjuk azt, hogy a legnagyobb problémák az Alföldön keletkeztek, az alacsony végzettségűeknél vagy képzettség nélkülieknél, tehát a legszegényebb rétegeknek lett a helyzete a legválságosabb. Meg ebben a 211 néhány ezerben nincsenek benne az egyéni vállalkozók, nincsenek benne a katások. Azok nincsenek, tehát egyáltalán nincsenek aki benne. Aki ugyanúgy elveszthet a jövedelmét. Így van, csak a foglalkoztatás. Tehát én azt becsültem, hogy legalább olyan 350-400 ezer munkahely szűnt meg. Most ezzel szemben nincs munkahelyteremtés. Mit mondott Viktor? Azt mondta, hogy majd a honvédség. Ott állítólag 600 embert. 400 ezerrel szemben 600-at foglalkoztatna. A közmunka volt a másik ilyen csoda recept, a közmunkásoknak a száma csökken, és a harmadik pedig, hogy majd az állami vállalatok foglalkoztatják, de hát ez se nagyon látni ezt a foglalkoztatást. És mi, amikor... Ez a fogyasztáson látszik? Olyan, nagyon látszik. Mert ugye a KSH adatok erről is szólnak nagyon most. Nagyon látszik a fogyasztáson, igen. A fogyasztás az 17-től kezdve a háztartások fogyasztása nagyon erőteljesen, stabilan, ilyen 5%-os ütemben nőtt. És ez még 19
végén, és sőt, ez év első negyedévében is még 5%-os volt a növekedés, és most olyan 8-9%-os a csökkenés, amire szintén nem volt példa, illetve egy-egy negyedév, azt hiszem 2009-ben, amikor a globális válság volt, akkor volt egy ilyen átmeneti csökkenés, vagy a bokros csomag idején nem volt ekkora fogyasztás csökkenés, és hát ez abból adódott, hogy amit válságkezelésre szántak, ugye az nem a fogyasztást erősítette, mert nem adunk ingyen pénzt. Ugye volt ez a rövidített munkaidőre bérkiegészítés, meg az innovátor mérnököknek adunk többletpénzt. Ez a teljes, ha igaz, az innovációs minisztériumnak ad adata, hogy ez kb. 220 ezer embernek jelentett valami megoldást, de ez az összfoglalkoztatottaknak csak az 5%-át jelentette. Ugyanezt a németek a foglalkoztatottak 20%-ára, az osztrákok 30%-ára terjesztették ki, és nem ilyen rövid idő alatt, és nem ilyen spórolósan, hogy úgy mondjam, hanem sokkal gálánsabban, és a mi javaslataink egyike például az, hogy ezt a rendszert kibővíteni, növelni, az álláskeresési járulékot, azt nem 3 hónap, hanem legalább fél évig adják, a szociális helyzetet, ugye a társadalmi feszültségek oldása miatt rendezni kell, a családi pótlék rendezése és egyéb ilyen javaslataink voltak, többek között az is, hogy a megoldásokba vonják be a civil szervezeteket is, az önkormányzatokat. Hát na most ennek az látjuk. Ellenkezőjét látjuk. Utolsó néhány másodperc, közgazdászként hogy gondolja, megtehető az, hogy újra megálljon a gazdaság bármilyen járványhelyzetben, úgy, mint március közepén? Hát ha olyan szituáció lesz, hogy le kell állítani, akkor igen. De most nem számolunk olyan mértékű lefagyasztással, mint ami volt korábban. Egyébként, ha többet adnának az embereknek, több pénzt adnának, akkor jobban beleegyeznének abba, hogy igen, hát akkor zárjuk be a munkahelyeket. Hát ez mindig így van. Pestink Mária Zita, köszönöm szépen. Nem sokára folytatjuk, Vigyánszki Attilát várom.